Ehhez a póré és zöldhagyma krémleveshez szükségünk lesz vegyesen póréhagymára és zöldhagymára, olyan 450 g, 500 g körül. Egy kis kanál bors, 2 tevőkanál olaj, 2 dl tej, 2 dl tejszín és 2 leveskocka. Ennyi. Azzal kezdjük, hogy feldaraboljuk a hagymákat. Ha megvagyunk a feldarabolással, akkor feltesszük, és addig pirítjuk az olajon, amíg meg nem puhul. Ha megpuhult, adjuk hozzá a vizet, és a 2 leves kockát. Nagyjából egy ilyen 7,5 deci vizet. És főzzük még nagyjából 4-6 percig így együtt. Ne felejtsük el hozzáadni a borsot. Hogyha így szépen felfort, levesszük a tűzről. És hozzáöntjük a tejszínt és a tejet, aztán pedig pürésítjük. Csinálhatjuk turmixszel is, kézimixer, vagy mint botmixerrel, ami van otthon. Kicsit kimosom ezt a poharat ezzel a tejjel. És ha megvan a pürésítés, vagyis a krémesítés, visszatesszük felforralni, és kész is vagyunk. Kész is vagyunk, levetjük a tűzről, tálalhatjuk kenyérkockával, levesgyöngyel.